A COVID-járvány kialakulásakor hirtelen egyik napról a másikra kellett számtalan gyermeknek és tanárnak átállnia a digitális oktatásra. Viszont a technikai feltételek a családokban nem mindig voltak adottak. Akkor született az elképzelés, hogy a diákok és a pedagógusok igényelhessenek egy notebookot, ha szükségük van rá, amely a tanulást és a tanítást segíteni elő. A program keretein belül már számtalan notebookot osztottak ki, és most ezeknek a készülékeknek a kiosztása folytatódott a kőbányai Szent László Gimnázium. A kormány elindította a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés programját, melynek keretében az országban mintegy 140 ezer notebookot kapnak a 7-es, illetve 10-es tanulók, illetve néhány példány a tanárok kezébe is kerülhet. Egy másik program keretében a tanárok egyébként már 100 ezer hasonló eszközt kaptak. A kelet-pesti tankerülethez tartozó 27 intézmény valamivel több mint 3300 notebookot oszthat szét a 7-es és 10-es diákok között. Ebből Kőbányára 1600 darab jut, a Szent László gimnáziumban pedig már adunk 221 ilyen eszközt. Jövő tavasszal folytatódni fog a program, és más évfolyamokon is hozzá fognak férni az eszközökhöz a diákok. Bízom benne, hogy valóban azt a célt tudjuk ezzel elérni, hogy minden magyarországi kőbányai tanuló olyan eszközt tudjon használni, amely valóban kiegyenlíti az esélyeket, hiszen a digitális tudás azt gondolom, hogy egy olyan tudás, amelyhez mindannyiunknak hozzá kell férni. Az elmúlt időszak problémái, a COVID-járvány rávilágítottak arra, hogy ma már akár az online oktatás keretében, vagy akár az online munkavégzés esetében is milyen nagy szükség van erre a tudásra. Bízom benne, hogy valóban ezek az eszközök azt a kompetenciafejlesztést szolgálják, amiért a diákok kezébe jut. Az iskola tanárainak és diákjainak a kiosztásra került notebookok nagyban elő tudják segíteni a tanulás és a tanítás hatékonyságát. A Szent László Gimnázium igazgatója úgy gondolja, sokak számára hatalmas segítség ez az eszköztámogatás. A pandémia idején ez nagyon nagy probléma volt, akkor a szülők fejveszve, menekülve mentek be különböző helyekre, és vették meg azokat a laptopokat, amire egyébként akkor pont nem volt pénzük. A gyerekeknek nagyon sok helyen a világban eleve adnak valamilyen digitális eszközt. Ez most hozzánk is eljutott, hogy azok a tanulók, akik erre igényt tartanak, azoknak tudunk ilyen digitális eszközt adni. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy ez egy nagyon jó irány. A laptop igénylésnél először fel kellett mérni az, hogy hány szülő fogja ezt igényelni. Volt egy előzetes igényfelmérés, és az előzetes igényfelmérés után léptek rá a Kréta felületre, ahol a szülő meg tudta igényelni, mint gondviselő a gyermekének a laptopot. Az ez alkalommal átadott 221 notebookot a jövőben további készülék átadás fogja követni a 10. kerületben, hogy minden gyermek egyenlő feltételekkel vehessen részt az oktatásban.